Nagyon megerősödött az ellenfél, hazai pályán megelégednék az egypontos győzelemmel is. Kovács Tibor a Sunshine Nyíksa MB2-es kosárlabda együttesének vezetőedzője optimista volt az első 2020-as mérkőzés előtt, pedig a nyíregyháziak az első helyen álló, eddig mindössze egy vereséget szenvedő Békés Csabát fogadták. Igaz, a hazaiak is mindössze kétszer kaptak ki eddig. Hangsúlyoztam a fiúknak is, meg hangsúlyoztuk a fiúknak is, hogy fontos mérkőzésről van szó, de ha lehet, ne görcsöljük túl a meccset, próbáljuk a saját játékunkat nyugodtan és kiegyensúlyozottan is pontosan játszani, és mindenki a szívét és főleg a fejét tegye oda a pályára, és akkor nem lesz gond. Én azt gondolom, egy jó rutinos csapatként említhetem a mi csapatunkat. Vannak még hiányosságok, mert munkahely, család, tanulás, vizsgaidőszak, egyebek, de én azt gondolom, hogy élünk, dolgozunk, és van egy ilyen csapat a megyének, amire én azt gondolom büszkék vagyunk, megpróbáljuk a legjobbat kihozni a mai mérkőzésen is, és főleg a bajnokságban. Az már az első percekben látszott, hogy ez nem lesz egy egyszerű meccs, távolról többször is eredményesen dobtak a pirosmezes vendégek, de annyik se sem panaszkodhatott. Kósa Tamás többször is remek labdákkal szolgálta ki a társakat, a palánk alatt pedig asztalost nem tudták tartani a csabaiak. A triplák sem maradtak el, földesi 75%-kal dobott kintről, és már az első negyed után komoly előnyt szerzett a nyíregyházi csapat. A következő két játékrészben viszont a Békés Csaba volt pontosabb, az utolsó negyedben azonban a Nyíksa eldöntötte a meccset, és 86-78-ra legyőzte a lista vezetőt. A csapat pénteken a Mezőberényt fogadja 19 órától a Bánki torna termében. A vendégek a 6. helyen állnak, így a Nyíregyháza mérkőzés esélyese. A tabellát jelenleg a Deac vezeti az MB2 keleti csoportjában, a Békés Csaba és a Sunshine Nyíksa előtt. Nincs már veretlen csapat a csoportban, a Debrecennek egy, a Nyíregyházának és a Békés Csabának 2-2 veresége van. Az első két csapat lehet ott a rájátszásban, és harcolhat az alapszakasz után a feljutásért.